Szerinted kell tükrözni azt, hogy a bérnek... Szerinted a bérnek kell tükrözni azt, hogy ki milyen régen van itt a cégnél? Szerinted a bérnek... Szerinted a bérnek kell tükrözni azt, hogy ki milyen régen van a cégnél? Sziasztok, Túróci Ákos vagyok a Frame Decor Kft-től. És ez egy érdekes téma szerintem, hogy ugye van egy alkalmazott, aki ugye már régen a cégnél van, és van egy friss belépő alkalmazott, és tegyük föl, mert elméleti síkon, hogy mind a kettőnek ugyanolyan tudása van, ugyanazok a képességei vannak. Kortól, mindentől függetlenül. Tehát mondjuk valaki dolgozik mondjuk a cégedben mondjuk már, nem tudom, 10 éve, és jön valaki, aki ugyanazt tudja hozni, mint az, aki már 10 éve a cégben van. Nyilván nem az első nap, de mondjuk amikor kiderül, hogy ez így van, tehát mondjuk egy fél-egy év után, amikor valóban ez már így látszik, hogy ez nem csak egy pillanatnyi állapot nála, hanem ez egy folyamatos teljesítmény, ahol mérleg le tudod tenni ugye a másik alkalmazottaddal. Tehát össze tudod hasonlítani, hogy ő is ugyanazt tudja. Akkor megértem, hogy ugyanazt a bért vajon? Tehát aki már 10 éve ott van, ugye hűséges a céghez, valószínűleg stabil, és jön valaki, és utána adsz neki egy ugyanabb bért. Hogy ez vajon igazságos, vagy nem? Jelen lennék kíváncsi, hogy erre mit reagáltok. Én nem mondom a véleményemet ezzel kapcsolatban, igazából ez nem is a véleményemet, hogy nálunk ez hogy működik. Megmondom őszintén, én a saját tapasztalatomból kiindulva döntöttem úgy, hogy a cégemnél bevezetem azt, hogy nincs erre való. Hogy mondjam, tehát nincs előrébb az, aki régebben van a cégnél. Aki ugyanazt hozza, mint a másik, az ugyanazt a bért kapja. Nincs, nem érdekel engem, hogy 5 vagy 10 éve van itt. Hogyha bejön valaki a cégbe, és ezt bebizonyította biztosan, hogy ő tudja valóban azt, és ezt folyamatosan tudja, és ugyanazt tudja, mint a másik, vagy akár még többet is, van erre is példa egyébként, hogy belép valaki, és utána tudom, egy fél év múlva többet keres mondjuk egy másik kollégánál, aki már 2 vagy 3 éve nálunk dolgozik. Ez simán előfordulhat. Miért ne? Tehát általában én is azért odafigyelek arra, hogy általában egy alacsonyabb bérrel veszek fel valakit, direkt azért, hogyha gond van, akkor ne kelljen azt mondani, arra, vagy tehát mi van akkor, hogyha magasabb bérrel veszed fel, és nem tudja hozni azt a bérszintet. Ugye akkor az elég fura, hogy odamész, és csak azt mondod, ne arra, hogy nem tudok ennyit fizetni, ez egy tök kellemetlen szituáció. Vagy elküldöd, ugye azt mondod, hogy nem is beszélsz vele arra, hogy figyelj, kevesebbet tudok adni, hanem egyszerűen azt mondod, hogy akkor elküldöd. Elbocsájtod. Ugye? Hát lehet, hogy lehetne azt is, hogy oda mész, csak mondjuk azt mondja, hogy jó, nekem jó, kevesebb is, az is fura, nem? Úgyhogy általában ennek elbocsátása a vége. Én általában úgy szoktam csinálni, hogy alacsonyabb béren veszem föl, megegyezzek vele, mondom neki, figyelj, 3 hónapig bírt ki ezen a béren, aztán meglátjuk, hogy mi lesz, akkor majd beszélgetünk róla, és akkor látom tényleg, és akkor igazságosan tudom belülni a bérét a többiekhez képest. Aztán nem tudja hozni, akkor meg el kell küldenem. Úgyhogy nem, ez így működik. De alapvetően úgy gondolom, hogy aki idősebb, annak nem jár alanyi jogon több pénz, vagy több magasabb órabér. Azért, mert ő már régebb óta a cégben van. Nem gondolom. Viszont régen, ugye, ahol én is dolgoztam, még nem tudom, 15 éve mondjuk, ott úgy volt, hogy volt egy idősebb kolléga, akkor beléptem abba a cégbe, ketten voltunk egyébként, tehát nem volt túl zsúfolt a létszám. És hát is már a kezdettek fogva láttam, hogy ő közel se tud annyit, mint én. Tehát tényleg nem. Hát én egy fiatalabb, agilisebb voltam, tudásom is nagyobb volt, akkor szabadult. Tehát nem akkor, már iskolában már 2-3 éve már dolgoztam előtt egy másik helyen. És úgy mentem oda, hogy effektív ez azért nagyon elég nagy tudásbázissal rendelkeztem, főleg akkor az új eszközök területén. És hát is az a kolléga nem volt, hát ő még a régi múlt szelleme volt, és hát abban is dolgozott, abban a mentalitásban, nem is volt az a hozzáállása a munkához, ami mind nekem, tehát én amikor tehettem, már álltam fel, azt mentem dolgozni, ő meg még csitítgatott, hogy csücsüljek még nyugodtan, mert még ezt nem kéne ennyire kapkodni, meg rám szólt, hogy hát nem kezdtél gyorsan megcsinálni az autót, csak szépen lassan, nem kell kapkodni vele,
mert még akkor végén még rosszul jön ki ő belőle, úgyhogy inkább csak legyek nyugodtabb, lassabb, nem kell sietni. Na mindegy, szóval ez a régi múlt, meg az új generáció. És azt nem mondom, hogy most is így van, mert nem feltétlenül, de hogy a lényeg az, hogy többet keresett nálam akkor, lényegesen többet. És hát ezt úgy mindig, sose tettem szóvá egyébként a főnöknek, mindig elfogadtam, amit adott, mindig mérlegeltem, hogy maradok-e vagy sem, de én sosem mentem oda, hogy nézd már, hogy ő mennyit keres, én meg miért nem annyit keresek, mint amennyit ő keres. Tehát ilyen egyszer nem fordult elő, és én úgy gondolom, hogy nincs is helye ennek a dolognak, hogy itt a másik, hogy miért ő miért annyit keres, én meg miért nem annyit. Hát mindenek megvan az oka, én azt mondom. És hát ott ez volt, és ez nekem nagyon nem tetszett, megmondom őszintén. Ott voltam azt hiszem 5 évig, vagy valami ilyesmi, és nem, mindig szúrta a szemem, de sose tettem szóvá, mert na, tehát én mindent megcsináltam, tehát 4 kézláb másztam, hogyha kellett, a másik egy adott dolgot csinált, aztán ennyi, azt is úgy, ahogy, és mégis több volt a pénzem, mert idősebb volt nálam, mint tudom, 10-15 évvel, tehát nem tartottam ezt igazságosan. No, hát nálunk nincs így. Nálunk aki jön, és bizonyít, és letesz valamit az asztalra, általában egy fél egy év azért kell, mert tehát nincs, hogy benne az ajtón, látom, hogy csinálja, és akkor hú, ez tök jó, hú, emeljük a bérét, nem. Erre vigyázni kell, mert minden, amikor belép valaki, mindig más utat. Tehát olyan még nem volt, hogy hát, illetve van egy-két kollega, aki egyébként, amivel bejött, azzal maradt is, tehát tényleg tudta hozni, de azért nem ez a jellemző. Általában az a jellemző, hogy bejön, ott teszi magát, mutatja, hogy mit tud, és akkor utána, ha mondjuk lejár a próbaidő, akkor várja a béremelést, a jobb lóvét. Nyilván akkor szoktam emelni valamennyit, de nem szoktam nagyon nagy összegeket, mert pont azért, mert kivárom azt, hogy ez a teljesítmény valós, vagy csak ennek az időszaknak szól, és akkor utána majd szépen beáll egy sokkal laposabb szintre, és ott szépen kutyog. Ezt egyébként én már sokszor eljátszottam, volt ebből bőven tanulópénzem, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, hogy így tegyen, hogy így csináljon, mert higgyétek el, hogy ez így van. Tehát általában az első 3 hónapot megnyomják, aztán utána viszontlátás. És egy picit visszább lesz mindenki. Aki, hát azok általában ugye kikerülnek a cégtől, mert ezt nem tudom tolerálni, viszont akik tartják és vagy picit esik nekik a teljesítményük, azokat ugye meg hosszú távon szoktam általában alkalmazni. Úgyhogy nálunk nincs ilyen, hogy az idősebb az többet kap, meg aki régebben van, az többet kap. Mindenki annyit kap, amit érdemel. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és feltétlenül írd meg a véleményedet, kíváncsi vagyok. Szervusz!